Gondolkoztál már azon, hogy mekkora lehet a legkisebb ház a Minecraftban? Mert egyesek igen. Üdvözöllek a videóban. A mai nap bemutatok nektek néhány olyan kicsi házat, amit egyes emberek építettek, ezzel sokáig rekordot tartva. Nézz végig a videót, hogyha kíváncsi vagy az én legkisebb házamra is. Vágjunk is bele! Az első ilyen legkisebb házat Magma Museum készítette el 2012-ben. Akkoriban ez tényleg világrekordot tartott, ugyanis senki nem volt képes ennél kisebbet alkotni, pedig nagyon egyszerű lett volna. Ez a ház eredetileg 2x2x4 blokk nagyságú akart volna lenni, viszont ezzel van egy kis probléma. Mégpedig jól látod, ezek az ajtók. Mivel az ajtók miatt ez egy 4x4x4-es ház, ami összesen 64 blokkon terül el. Ezt a házat már csak azzal is kisebbé lehet tenni, hogy beépítjük a föld alá. Így gyakorlatilag a falak nem bővítik a ház térfogatát, viszont ugyanúgy egy bezárt helyen vagy. Viszont ezzel a házzal van még sok probléma. Sok a nem kihasznált hely. Például ez, 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 illetve dupla láda van szimpla helyett, illetve az ételfarm 3 blokk helyett foglal. Ugyebár a vizet, a földet és a búzát. Na de akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy mitől kezdve számít egy épület háznak? Hát attól, hogy ezek a dolgok benne vannak. Lehetőséget kell legyen barkácsolni, égetni, tárolni az eszközeidet, üllőzni, potikat főzni, encsantolni, aludni és ételt szerezni. Magma Museum háza pedig ennek az összes tényezőnek megfelelt, viszont rengeteg helyet foglalt el. 2019-ben Rolex elkészített egy ennél is kisebb házat, amire mindenki azt hitte, hogy ez a világrekord. Elég jogosan is, ugyanis tényleg kicsi, és tényleg minden egyes blokk ki van használva benne, viszont nincs lehetőségünk faragni egy kicsit ezekből. Mi az, ami ezek közül kevesebb helyet foglalhatna, viszont mégis ugyanúgy funkcionálhat? Szerintem egyértelmű, hogy az étel, mivel ahogy az előbb is megemlítettem már, ez 3 blokk helyet foglal el. Hát csak lehet ennél kisebbet építeni? Hát persze, hogy lehet sweetberry bokrot tenni, ami csak 2 blokk helyet foglal. Viszont ezzel még mindig nem csökkentenénk a ház térfogatát, szóval ennél is kisebb kell. Persze lehet mondani, hogy ott van például a torta, ami csak egy blokk helyet foglal el, ez már nekem is eszembe jutott, viszont ezzel az a probléma, hogy ez nem ételform, hanem csak szimplán étel, ami természetesen egyszer elfogyna. Na de az ételre térjünk vissza majd egy kicsit később. Van-e itt ezek között olyan dolog, amit még le lehetne spórolni egy kicsit? Hát persze, hogy van, mégpedig a láda. Na de mire is lehetne ezt cserélni? Hát persze, hogy egy ládás csillére. Ebben ugyanúgy tárolhatod az eszközeidet, annyi különbsége, hogy ez nem foglal blokkot. Ezáltal nem bővíti a ház térfogatát, akárhol is legyen. Na de akkor nézzük is meg azt a házat, ami most már szerintem tényleg világrekord. Be is mutatnám nektek ezt az általam épített kicsi házat, ami összesen 2x2x2 blokkot foglal el, ami összesen 8 blokk, és természetesen minden benne van, amire csak szükséged lehet. A ház ajtaja ez a csapó ajtó, amivel be is tudod magad zárni ebbe a kicsi házba, így ténylegesen biztonságban vagy. És hogyha barkácsolni szeretnél, akkor azt is tudsz, ha sütni szeretnél, azt is tudsz, ha üllőzni szeretnél, azt is tudsz, ha potit szeretnél főzni, azt is tudsz, hogyha enchantolni szeretnél, azt is tudsz, illetve ha aludni szeretnél, azt is tudsz. Annyi különlegessége, hogy amikor felkelsz, akkor ebben a Minecraftos csillében találhatod magad, viszont ebből lazán kiugorhatsz. Amint láthatod, ez ugyanúgy funkcionál, mint egy sima láda, annyi különbsége, hogy ez nem bővíti a ház térfogatát. Illetve ha azt hitted volna, hogy az ételforrásról megfeledkeztem, akkor nem, ugyanis itt van egy csirke, ami időként tojik tojásokat, ha azokat eldobálod, akkor lesz belőle kis csirke, és az már végül is egy ételforrás. Azt nem mondta senki, hogy gyors kell legyen, végül is az egy blokkos búza sem annyira gyors. Na de nézzük is meg, hogy hogyan is építheted meg ezt az iszonyúan kicsi házat. Megfogom elég egyszerűen, ugyanis csak a most látható dolgokra lesz szükséged. Először is ásd ki egy 2x2x2-es területet a földbe, helyezd le egy ágyat, arra egy encsantolót, mellé egy kemencét, arra egy barkácsasztalt, a földre egy főzőállványt, erre érkezhet is a csirke, amit egyszerűen becsalogathatsz ide magukkal, erre jöhet az üllő, ami egyébként segít abban is, hogy kigyere innen, erre jöhet az egyetlen ajtó, illetve a tárolót kell elhelyezni, amit az enchantoló fölé ilyen egyszerűen meg is építhetsz. Így már be is kerülhetsz ebbe az icipici házba. Egyszer volt, hol nem volt egy icipici házikó, icipici házikóban icipici ágyikó.
Oké. Büszkén tartja a világrekordot, legalábbis szerintem. Habár nem kizárt, hogy valaki ezt már megépítette előttem, illetve az sem kizárt, hogy a későbbi update-okban bekerülhetnek olyan dolgok, amik miatt egyszerűbb lesz egy ilyen házat megépíteni. De most jelenleg 2022. augusztus 3-án az 1.19-es verzióban ez a legkisebb ház, amit csak meg lehet építeni, ami meg is felel ezeknek a feltételeknek, amiket ugye az előbb elmondtam. Na de hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon megköszönöm, hogyha dobsz egy lájkot, ugyanis nagyon sok idő volt ennek a videónak az elkészítése. Illetve ha szeretnél még hasonló vagy másfajta tartalmat is látni tőlem, akkor iratkozz fel a csatornára. Találkozunk legközelebb, sziasztok!